Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Hodász András, vagyis a sokáig Hodász atyaként ismert egykori katolikus pap, YouTube csatornájával, nyitott és fiatalos gondolkodásmódjával, közéleti aktivitásával, hallatlan népszerűségre tett szert, egyházával számos vitája akadt. Nyíltan beszélt róla, hogy depresszióval küzd, pánikrohamok gyötörték, idén februárban pedig bejelentette, hogy felhagy a papi hivatással. Nem állítja, hogy élete csupa mosoly és könnyedség lenne. Ugyanakkor szerintem nem árt odafigyelni rá, hogy mit gondol traumákkal való megküzdésről, kapcsolódásokról, önszeretetről, boldogságról, egyáltalán az élet értelméről. Látszólag szokatlan és sablonos riporteri kérdéssel kezdem. Hogy vagy? Köszönöm, most egészen jól. Biciklizésből jövök, azért nézek ki ilyen csapzottan. Amúgy ez mindig feltölt egy kicsit, amikor van egy kis edzés. Most úgy, ma reggelem jól indult. Nem minden reggel ilyen? Abszolút nem. Abszolút nem. Abszolút vannak azok a reggelek, amikor alig van erőm kikelni az ágyból nyilvánvalóan. Ilyen reggelek is kellenek, de azért, amikor mondjuk izgalmas dolgok történnek egy nap, akkor az már a szemem felnyitásakor megbúsztolja a reggelt, hogy na, ma lesz a Kadarkai interjú, induljunk el. Mi vagyunk a Kadarkai ennek a jókernek, örülünk. Igen, igen. Van ennek köze ahhoz, hogy húztál egy határt, és azt mondtad, hogy kilépsz a papi hivatásból, és máshogy fogod élni az életed? Kétségkívül van. Azért egy ilyen döntés és egy ilyen lépés az egész életet felforgatja. Tehát, hogy aki élt már át bármilyen, nem csak papi hivatás, hanem bármilyen ilyen egész életet, egzisztenciát érintő döntést és lépést, ezt tudja, hogy ez egy eléggé összetett és bonyolult folyamat, rengeteg gyásszal, fájdalommal, elengedéssel, nehézséggel, bizonytalansággal. Hát még csak most kezdtem, hát két hónap, vagy mi van most, május van. Szóval... Mit siratsz, hogy mit gyászolsz? Azt a hivatást, azt az életet, magadat, a jövő bizonytalanságát? Mindent. Mindent, és megőrülsz, hogyha ilyen egyszerű, egyszavas válaszokat adok a műsor ide alatt. De azért ilyenkor az embereket, a kapcsolatokat, az emlékeket, a pillanatokat, mindezeket gyászoljuk, ami már nem lehet. Tehát, hogy amikor elveszítünk valakit, vagy magunk mögött hagyunk valakit, vagy akár, tudom én, hazaindulunk a vakációról. Ugye miért vagyunk szomorúak? Nem azért, mert mondjuk odahaza utáljuk a munkánkat, hanem azért, mert jó volt itt, jó emlékek voltak, és már nem lesz több, vagy jó ideig nem lesz több, vagy ilyesmi. Pláne itt, hogy soha nem lesz. Igen, pláne itt. És akkor erre adódik még rá az, hogy igen, akkor most mi lesz a jövőmmel, és ez nem egy anyagi kérdés, mert meg leszek valahogy, hát koldulásból is meg lehet élni, hanem hogy mi az életcélom, hogy eddig volt egy nagyon határozott életcél, és akkor most újra ki kell találni, hogy miért is vagyok én a Földön, miért is kelek föl minden reggel. És mire jutottál? Ó, még semmire. De mit keresel? Ha nem egzisztenciális biztonságot, a szabadságod, a komfortérzeted, a nyugalmad, vagy valami nagy, magasztos célt? Az például egyértelmű, hogy amiért én pap lettem, hogy embereken segítsek, hogy a társadalmat alakítsam, hogy azt az utat megmutassam másoknak, amit én jónak találok. Ezt meg tudom csinálni nem papként is, hanem egyéni vállalkozóként is. Tehát, hogy... De veled mi lesz? A te komfortérzeteddel. Tehát az, hogy másokon segítünk, ez egy nagyon jó dolog. Uh-huh. De hol vagyunk ebben mi? Konkrétan beszéljünk rólad. Ó, hát egyébként ez a legérdekesebb dolog, hogy sokszor aki segít, azáltal érzi jól magát, hogy segít. Ugye van ennek a mondjuk szélsőséges és patológikus formája, amikor nem tudok nem segíteni, mert úgy érzem, hogyha nem segítek, akkor nem vagyok értékes. Ugye ez a, nevezzük ezt most segítő szindrómának, amikor kényszeresen segítünk. De ennek van az egészséges formája, vagy az egészséges mértéke, amikor egyszerűen, hogy tudom én, teszek valami jót aznap, és este úgy fekszem le, hogy na, most jó fej voltam. És rajtad ki segít?
Hát a pszichológusom mindenképpen, most már 2 éve, de természetesen a családom, a baráti köröm, tehát hogy fantasztikus volt megélni, hogy összezártak mögöttem, és hogy nem engedték el a kezemet ebben a nehéz időszakban. Most a barátaidra és a mikrokörnyezetedre gondolsz. Igen. Azt elmondod, mindig majd szólsz, hogyha kicsit bejebb merészkedtem, hogy miért kellett neked segítséget kérni? Tehát mi volt a te életednek akkor legalábbis, vagy azóta is tartó elsősorban megoldásra váró kérdése, amiért te például terápiára adtad a fejed? Hát ezt már sokszor elmondtam szerintem, amikor először meghoztam a döntést, hogy terápiára van szükségem, akkor lényegében a mentális betegségeimnek olyan egyértelmű, objektív jelei voltak már, hogy nem tudtam tovább rejtegetni magam előtt. Tehát, hogy ugye sokan, akik mentális betegségekkel küzdenek, nagyon sokáig egyébként szerintem jogosan megpróbálják kimagyarázni maguknak, meg a környezetüknek, hogy nincs semmi baj, csak most egy kicsit fáradt vagyok, most egy kicsit kedvetlen vagyok, most egy kicsit 3 napja nem tudtam kikelni az ágyból, meg nem tudom. De amikor már egyértelmű jelek vannak, akkor ha igazán őszinte vagyok magammal, akkor meghúzom a kéziféket és segítséget kérek. Itt mik voltak ezek a jelek? Hát a pánikrohamaim, a függőségeim, tehát hogy... El is mondod, mitől voltál függő? Tehát mi volt a függőséget tárgya? Hát én egy kicsit azt tapasztaltam meg, hogy nálam a függőség, mint motívum, az egy vándormotívum az életemben. Tehát mindig mástól. Mindig mástól. Tehát, hogy volt időszak, amikor az alkoholtól, volt időszak, amikor a kajától, tehát, hogy most egyébként a legutóbbi beszélgetésünk óta én 10 kilót fogytam például. Nem tudom, a nézők látják-e. Látszik, nekem föltűnt. Tehát, hogy... És körülbelül egy éve beszélgettünk, tovább május. Igen. Tehát, hogy a függőség, mint motívum szerintem akkor jelenik meg, amikor valami olyan érzelmi hiányunk van, amit jó esetben embereknek kellene betölteni, illetve jó esetben nem kéne, hogy ennyire kényszerítő hiányként jelenjen meg. Neked mi volt a hiány? És akkor nyúlunk a függőség eszközeihez. Na, ezt így nehéz lenne egy mondatba elmondani, hogy mi volt a hiány, nem is annyira tudom. Tehát, hogy nem csak azért, mert nehéz megfogalmazni, nem is annyira lehet ezt így tudni. Ugye a mi emberi alapvető igényünk az a kapcsolódás, az, hogy szeretve érezzük magunkat, az, hogy oda tartozónak érezzük magunkat. És nekem ez a saját belső küzdelmeim miatt volt nehezebb. Az embernek az alapvető vágya az, hogy kötődjön. Hogy azt érezze, hogy kapcsolatban van, és itt most nem párkapcsolatról beszélek, bármilyen emberi kapcsolatban, család, barátok és párkapcsolat is, de hogy összességében, általánosságban, kapcsolatban. És hogy egy kapcsolatban azt éljem meg, hogy szerethető vagyok, és biztonságban érzem magam ebben a kapcsolatban. Tehát tudom, hogyha mondjuk hisztisebb vagyok, vagy elrontok valamit, vagy elkések 5 percet, akkor sem fognak kidobni, akkor sem szakítanak velem, akkor sem mondják azt, hogy jó, akkor többet nem szeretünk. És ez a fajta kapcsolódás, ez nem, nagyon sokszor nem a környezetem múlik. Tehát azok, akik mondjuk nem élik meg, ez a nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy erre vonatkozik a társas magány, de amikor, tehát lehetek én effektív fizikálisan kapcsolatban, baráti, családi kapcsolatban, akár párkapcsolatban, úgy, hogy közben magányosnak érzem magam. Mert belül nem működik a kapcsolódás. Mert nem tudok megbékélni egy kapcsolatban, mert azt érzem, hogy de majd úgy is kidob. De majd úgy is jön valami, ami miatt engem el fog hagyni. Majd úgy is rájön, hogy nem is vagyok annyira jó ember. És ez tulajdonképpen ez a kötődési probléma. És ez általában a korai gyerekkorból eredeztethető, hogyha ott nem éltük meg azt a fajta kötődést, kapcsolódást, hogy lehetek hisztis gyerek, bepukizhatok, mindent csinálhatok, de akkor is anya, apa szeret, a családi légkör az biztonságos, stb. Ezt te nem élted meg? Hát ne felejtsük el, most elárulok egy titkot, hogy ez a 80-as évek, amikor kommunizmus volt, és az én családom finoman szóval nem volt a rendszernek a kedvezményezettjei között. Tehát, hogy mi állandó szegénységben, állandó egzisztenciális problémák között, a szüleim állandó szorongásban, nehézségekben. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy anyu apu nem ölelt meg elégszer, hanem arról szólt, hogy az egész
környezetünk olyan volt, hogy hát nekünk félelemben kellett élnünk. Tehát, hogy én az óviban nem lehettem őszinte, nem mondhattam el azt, amit otthon az asztalnál beszélgettünk, mert apát kirúgják. Most ez csak egy dolog, de hogy az egy, tehát ez mindig egy rendszer, ami a gyerek körül van. Ugyanakkor te a legutóbbi interjúban azért arra utaltál, hogy édesapáddal kapcsolatban ellentmondásos volt a viszony. Tehát nem volt ez mindig egy tükörsima viszony. Igen. Azt hiszem most így felnőttként visszatekintve, hogy édesapám 12 éve már nincs közöttünk, és így felnőttként visszatekintve azt hiszem, hogy ő depresszióval küzdött. És rettenetesen nehéz élete volt. Tehát, hogy ő ugye a 70-es, 80-as években nem lépett be a pártba, minden fenyegetőzés, meg csábítgatás ellenére sem lépett be a pártba, tehát ő 89-ig a gyártósor végén dolgozott égbérért, holott megmondták neki, hogy csak itt írja alá, és már is előléptetik, és nem tudom micsoda. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltáskor a kommunista pártnak nagyjából 1 millió tagja volt, akik vagy ezért, vagy azért aláírták a párttagkönyvet. És azt hiszem, hogy édesapám most tényleg így felnőttként visszatekintve a saját démonaival küzdött, és ezért volt nehéz hozzá kapcsolódni amúgy. De nem, tehát hogy nem vert minket sose, meg szóval nem ilyesfajta rossz kapcsolatra kell gondolni, hanem tényleg nehéz idők voltak azok. Aztán ugye 89 után ő is, mint nagyon sokan mások, elkezdtek magán vállalkozni, és akkor meg éveken keresztül irgalmatlan erővel és energiával és erőfeszítéssel építette föl a saját kis családi cégét. Azért, hogy ezt majd utána nekünk adja tovább. És becsődölt vagy kétszer. Tehát, hogy eszméletlen nagy küzdelem volt. Ha már említetted azt, hogy a kapcsolódás, és hogy pontosan mi vár majd rád ezután, eszembe jutott egy még korábbi interjúnk, amikor is... Hányszor voltam innen? Kétszer vagy háromszor beszéltünk, de legelsőre utalnék vissza, amikor is azért szóba jött, hogy neked volt egy komoly barátnőd a papi hivatás előtt. Igen. És te ott döntöttél, nevezetesen, hogy te a papságot választod. És én akkor megkérdeztem tőled, ez telefonon történt, COVID idején beszélgettünk, hogy gondolsz-e arra, hogy azért neked máshogy is alakulhatott volna az életed. Akár egy családod is lehetne, apa is lehetnél, lenne egy szerető feleséged, mert emlékeim szerint az egy szép és bimbózó kapcsolatként indult. Igen, igen. Hogy ez például eszedbe jut, amikor most így a civil szakmában, vagy a civil életben keresed a helyed? Ha most azt mondom, hogy igen, akkor csajok fognak rám írni az Instán, vagy hogy? Nem hogy tudom, mi a szándékod, de simán el tudom képzelni. Nem merek. Őszintén, most egyelőre nem. Most egyelőre nem, sok szempontból nem. Egyébként pont nálad mondtam ezt, hogy nem tudom elképzelni. Itt, amikor itt ültünk. Igen, császár előtt, de igen, nem tudom elképzelni, hogy apa legyek, mert nem hiszem, hogy alkalmas vagyok apának. Ezt egyébként továbbra is tartom. De az, mondjuk azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy egyedül legyek. Tehát, hogy azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. És... azért a cölibátust is más megélni úgy, hogy egy plébánián vagy, és mégiscsak vannak körötted emberek, meg úgy, hogy mondjuk egy albéletben vagy egyedül. Tehát, hogy az, hogy lesz-e családalapítás, azt nem tudom. De hát most nem tudom, mennyire lehetek őszinte, de... hát amennyire csak lehet. Na, most van valakim. Van valaki. Van valakim, igen. Úgyhogy, akit nagyon szeretek. És hogy itt hogy alakul majd ez az élet, azt nem tudom. Azt nem tudom. Felszabadító érzés volt? Igen. Igen, igen. Mely része? Ezt nem értem, ezt a kérdést. Úgy szerethetek valakit, hogy kötelem nincs, ez már az enyém, azt csinálok, amit akarok. Volt itt valaki pár héttel ezelőtt, aki katolikus pap volt szintén, és ott hagyta ugyancsak a papi hivatást, ő nem csinál abból titkot, hogy Füzes Ádám. Ó, itt volt Ádám. És ő nem csinálta abból titkot, hogy azért a szerelem és a nőköz való viszonya, vagy az intimitás, azért egy nagyon fontos szempont volt. És mikor megkérdeztem tőle, hogy melyik volt az a pillanat, amikor egy ilyen nagy felszabadító sóhajtás elhagyta őt, akkor azt mondta, az, amikor beállította a közösségi oldalon, hogy kapcsolatban. Aha. De kár, hogy nem vagyok aktív a Facebookon.
De nem is beállítanad? Tudom, hát nem is tudom, hogy hol kell ezt beállítani, megmondom őszintén. Segítene a párod szerintem. Hát egyébként lehet, bár ő is nagyon aktív Facebookon, de nem tudom, egyébként most is gondolkodtam azon, hogy most ezt így mondjam el, nem biztos, hogy a magánéletem úgy a szélesebb nyilvánosságra tartozik, de azért az úgy bennem volt, hogy tudod, nagyon sokan élnek magányosan, kvázi kényszerű cölibátusban, és látom azt, hogy a magány az mennyire romboló tud lenni. Ugye kutatások bizonyítják, hogy így nagyjából napi egy doboz cigaretta romboló hatásával egyenértékű az, hogyha az ember magányos. És talán jó az, hogyha kimondjuk, hogy bizony mindenki megérdemli, hogy szeressék, és ő is szeretetben legyen. Most boldogabb vagy, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Sok szempontból igen. Neki is köszönhetően? Igen. Persze, persze. Azt elmondod, aztán hagyjuk ezt a történetet. Ha nem akarsz róla beszélni, tényleg csak arról beszéljünk, amiről szeretnél, és külön köszönöm, hogy eljöttél. De hogy hol találkoztatok? Mit kell róla tudni? Hogy volt ennek a íve? Tehát nem beszélünk róla sokat, csak meséljem el az egészet. Ügyes vagy. A csetelésből kávézás lett, és a kávézásból komoly beszélgetés, és a komoly beszélgetésből egy komoly döntés. Úgyhogy nagyjából ez volt az íve, nagyon klasszikus módon, de tényleg érdekes volt, hogy egyikünk sem úgy állt hozzá. Tehát én sem úgy voltam vele, hogy na most, ha kiugrok, akkor viszont legyen valaki, hanem hogy egyszerűen csak nyitott voltam arra, hogy ha valaki van, akkor most már úgy nem zárom el magam. Ugye papként nyilván ilyenkor nekünk azt tanították, ez volt a szemináriumban a mondás, hogy prédikálsz és meglátsz valakit, aki nagyon csinos, akkor ha egyszer ránézel, az még oké, ha még egyszer ránézel, azt már gyond meg, tehát hogy még csak ránézni sem szabad. És mi ezt nagyjából papként próbáltuk is tartani, meg azt gondolom, hogy a legtöbb pap valamilyen módon próbálja tartani, kisebb-nagyobb bukásokkal. De most már tényleg úgy voltam vele, hogy ha nem az az utam, és keresem az új irányt, akkor nem zárom be a szívemet az ilyen lehetőség előtt sem. Ezt ilyen szépen mondtam. Nagyon szépen mondtam. És igen, felszabadultam abban is, hogy megengedhetem magamnak, hogy valakinek a szeretetét elfogadjam, és ezt a szeretetet én is viszonozzam. És mondjuk elmehetünk úgy pár napra, és együtt lehetünk, és beszélgethetünk, és úgy, mint két normális ember. És azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon? Nagyjából egész évből, igen. Meg az üdvösség, ez nagyon fontos. De az még remélem egy picit várat magára. De András, nem lett volna nagyon igazságtalan az élet? Vagy most tudom, mi a jó szó, hogyha mindezt nem éled át? Ha azt mondod, hogy ez a legjobb dolog a világon? Nem tudom. Nézd, szerintem az élet alapvetően igazságtalan amúgy is. Igen? Igen. Én azt gondolom, hogy ez az élet igazságtalan, hiszen hát csak néz körbe, hogy fantasztikus emberek szenvednek, fiatalon halnak meg, vagy nem tudom, alávaló gazemberek gazdagodnak, és hatalmaskodnak, és nem tudom. Tehát hogy ez az élet, ez nem egy igazságos élet. Azt tudjuk tenni, hogy amennyire tudjuk a saját környezetünkben, a saját döntéseinkben megpróbálunk igazságosak, jók lenni. És én azért nem gondolom azt, hogy ha ezt nem éltem volna meg, akkor az élet igazságtalan lett volna. Az is egy döntés, tehát nagyon sok pap hűséges marad a cölibátusához. Nagyon sok esetben megtörik az élet, megtörik a korábbi ígéret, és akkor meg kell próbálni valahogy újra gondolni az egészet, és újra felépíteni az egészet. Most ez történik. Azt mondtad, hogy te leginkább világéletedben mindig az igazságba hittél. Azzal kell szembesülni. Mindig. Ha az fájdalmas, ha az rossz, ez, amikor az ember nem beszélhet dolgokról, nem élhet meg dolgokat, például, ezt most muszáj vagyok szóba hozni, szóval a te esetedben pár hónappal ezelőtt ez nagy hullámokat kavart. Nevezetesen, hogy téged molesztáltak, egy fiatal pap. Az ezzel való szembenézés, hogy erről én nem beszélhetek, vagy hogy ezt én elnyomom magamban, az nem az igazság teljes tagadása? Azért nem, mert én erről beszéltem az elmúlt években, csak nem a nyilvánosságban. Tehát ezt ne felejtsük el sose, hogy a nyilvánosság az egy dolog, mondjuk a tájékoztatás, a sajtó az egy dolog,
de közben az életünk az zajlik ezzel párhuzamosan, és én például évekkel ezelőtt már pszichodráma csoportban beszéltem erről, és pszichodráma csoportban gyógyító sessionökön vettem részt ezzel kapcsolatban, illetve ugye pszichológushoz is járok, ami egy négy szem közti beszélgetés, most már 2,5 éve. Értem ennek a megdolgozottságát, de ugye te ebben a cikkben, amiben mindenről írtál, elmesélsz, felidézel egy történetet, nevezetesen, hogy vita alakult ki egy romkocsmában, valaki nagyon erőszakosan egy olyan narratívát emlegetett, nevezetesen, hogy nem tudom, mivel érvelt, de valami nagyon bornírt érrendszere volt ezzel kapcsolatban. Jó iskolába kell adni a gyerekeket, és olyan embereket kell, és te erre nagyon hisztérikusan válaszoltál, reagáltál és zokogtál. Ez azért nekem azt mutatja, hogy ott még voltak megdolgozatlanságok, nekem és az erről való beszéd és felvállalás azért még váratott magára. Igen, én úgy voltam, mert nézd, ez egy dolog, tehát nem, ez két dolog párhuzamosan. Az egyik az, hogy van egy önismereti folyamat, amiben ezek a sebek gyógyulnak, ezt én már évek óta csinálom, és szerintem ez a legfontosabb. Tehát beszélni erről szakember jelenlétében, ez a legfontosabb. Az, hogy a nyilvánosságban én ezt felvállalom-e, én azt szabad döntésből vállaltam fel, tehát szabadon döntöttem úgy, hogy a nyilvánosság elé állok, és nem önző okból, nem azért, hogy figyelmet szerezzek magamnak, hanem azért, hogy erről a témáról az őszinte párbeszédet segítsen Magyarországon, mert a fene nagy gyermekvédelmi keresztény kurzusban valahogy nincsen erre erőforrás, meg pénz, meg szakembergárda, hogy a rengeteg szexuális abúzustól megóvjuk a gyerekeket, illetve az áldozatokat segítsük. Ugye, ha csak más nem mondok, még mindig nem végeztük el, még mi, az egyház sem, azt a bizonyos átfogó kutatást, ami több országban már megtörtént. Tehát ez nem járt menet közben óriási meghasonlulással benned, hogy tagja vagy egy intézménynek, amely szemellenzős, te pedig áldozat vagy? Dehogy nem, persze. Vagy erre hosszabban kellett volna válaszolni? Mondok egy szerintem szívszorító példát. Igen. Ugye, amikor mi legutóbb beszélgettünk, Császár elődült azon a helyen, aki elmondta, hogy őt megpróbálták megrontani. Igen. És köztetek, ha nem is vita, de nézetkülönbség alakult ki. Te azért az egyház mellett védelmében próbáltál érvelni. És utólagosan visszagondolva erre a beszélgetésre, azért neked nem lehetett egyszerű. Nézd, én azért... Az a kezdet, hogy mindig az igazságot kerestem, és ez mindig is ténylegesen így volt. És én úgy voltam az egyházzal, és amúgy most is úgy vagyok az egyházzal. Tehát én nem utálom most sem az egyházat, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy az egyház egy nagyon nehéz helyzetben van, amiben rengeteg jó és rengeteg rossz döntést hoz. És én csak azt szeretném, hogyha elismernénk a jó döntéseket is, és amikor mondjuk elődel szemben mondjuk megvédtem az egyházat, és most is ugyanazt, vagy nem tudom pontosan, mit mondtam akkor, de nagyjából valószínűleg ugyanazt vallom, hogy amellett, hogy az egyház rengeteg hibára halmozott ebben a kérdésben, és például most is még mindig várat magára ez az átfogó kutatás, amellett muszáj elismernünk azt, hogy nagyjából egészéből az egyház az egyetlen szervezet, ami komoly jogi és egyéb lépéseket tett ebben a kérdésben, hogy megelőzze a jövőbeni problémás eseteket. Mutass nekem még egy szervezetet, ahol ilyen átfogó reformokat hoztak be, hogy beépítették a papképzésbe a gyermekvédelmet, hogy minden egyházmegyében felállították a bizottságot, ahol be lehet jelenteni ezeket a helyzeteket, hogy a Szent Atya maga alárendelte az összes ilyen ügyet, és azonnal kötelező mindent felküldeni a Vatikánban, nem lehet eltussolni. Szóval, hogy... Igen, András, de mutass még egy intézményt, ahol ennyi pedofil ügy kerül nyilvánosságra. Ez az, jó, nem tudom, a számháborúba azért nem akarok belemenni, mert nincsenek számaim. De az a nehézség, hogy a pedofil ügyeknek nagyjából a 10%-a kerül nyilvánosságra. Ami borzasztó. Amúgy is, ami borzasztó. Ugye itt egy fiatal papról volt szó a esetben, akit aztán úgy fogalmaztál, hogy rárukták az ajtót a hatóságok, és hogy őt elvitték. Tehát, hogy most sejtem, azért valamilyen szinten ő megkapta a büntetését. Meg, persze. Nem tudom, mi lett egyébként vele. Azt tudom, hogy már akkor kirúgták az egyházból, de hogy... Nem találkoztatok azóta soha? Nem, Isten ments, nem is akarok. Nem is akarnál a szemébe nézni? Nem, dehogy is. Megbocsátottál neki? Nagyjából egészéből igen. Tehát, hogy én... Ugye a megbocsátás és a harag gyógyulása az két külön folyamat, ezt sose felejtsük el. A megbocsátás az egy döntés,
úgy vagyok vele, hogy elengedem a múltat, elengedem azt az embert, elengedem a bosszút, megbocsátok neki, de az, hogy utána még mennyi idő, hogy gyógyuljon a seb, hát nekem például évek munkája, önismereti munkája volt az, hogy mondjuk ne álmodjak vele. Tehát nagyon sokáig álmodtam azt, hogy szembe jön az utcán, és én örjöngve neki esek, és ott ütöm, ahol érem. És évek munkája volt, mire ezek az álmok eltűntek. Tehát a bennem lévő harag, feszültség, fájdalom feloldódott. Én most ezzel így jól vagyok, nem vágyom arra, hogy találkozom vele. Amikor az ember ilyen démonokkal, bajokkal, múlttal küzd, és te soha nem tagadtad, hogy voltak depressziós időszakaid, sőt, még arról is beszéltél nem olyan régi interjúban, hogy az öngyilkosság is volt, hogy megfordult a fejedben. Igen. Ez konkrétan megfordult? Tehát olyannyira, hogy eljut az ember addig, hogy lehet, hogy jobb nem élni, mint élni? Persze, persze. Erre ne ilyen lazán válaszoljak, vagy nem tudom. Ezek borzasztó gondolatok. Tehát tudom, annyira ijesztő tudom. Lehet, hogy az ember, aki arra esküdött fel, hogy segítsen, hogy az életről, nem azt mondom, hogy prédikáljon, de hirdesse annak valamilyen szinten a szépségét, hogy eljut oda a saját maga démonaival küszködve, hogy lehet, hogy ez tévút. Ez nem egy logikai út. Ez egy érzelmi út. Tehát a legmélyebb sötétségben, az öngyilkossági kísértések között ott nem arról van szó, hogy az ember logikusan arra a következtetése jut, hogy most az a helyes döntés hogy. Hanem egyszerűen, és ezt sokan szoktuk mondani, hogy az öngyilkosok nem vágynak a halálra, csak nem tudják elviselni az életet. Tehát, hogy nagyon, ezt kiposztoltam Instagramra, és minden tiszteletem és szeretetem mellett a BKV-ban van most egy ilyen kvázi kampány, ilyen A3-as lapokon a metróban ott van, hogy mindig van holnap, ugye, és hogy hív fel ezt a számot, hogyha öngyilkossággal küzdesz, vagy öngyilkossági gondolatokkal, és hogy nem vitatom a jó indulatát a plakát készítőjének, csak hogy pont, hogy nem érti a depresszió és az öngyilkosság működését. Mert a mindig van holnap, az pont egy szörnyű üzenet annak, aki öngyilkossággal küzd, mert pont az a bajom, hogy nem bírom elviselni a holnapot. Nem bírom elviselni, hogy még egy olyan napot éljek meg, amilyen a mai. Az erőm fogyott el, hogy küzdjek, az erőm fogyott el, hogy kikeljek az ágyból, hogy felhívjak valakit, hogy kilépjek az utcára, hogy elintézzek egy munkát, betegyek egy mosást, nincsen erőm hozzá, ez a legmélyebb depresszió. És az öngyilkosság az azért merül föl, mert azt mondod magadban ebben a pillanatban, hogy én ezt nem bírom tovább, nem tudom ezt viselni, és mi lesz, hogyha holnap is ilyen lesz? És most lehet, hogy holnap jobban leszek, de mi lesz fél év múlva és egy év múlva, és lehet, hogy a pszichiáter ad egy bogyót, amitől tényleg jobban leszek, meg 10 kilóval több, mint ahogy azt láthatták a nézők, de és utána mi lesz? És az a baj, hogy a depresszió az pont azt veszi el, és akkor most visszakanyarodnék arra a témára, hogy mi az életcélunk. Hogy szerintem nekünk, emberi lényeknek a legnehezebb érzés az, hogyha nincsen életcélunk. Hogyha nincs előttünk az, hogy igen, azért van értelme az életemnek, mert. És ez, tehát egy takarítónak, egy buszsofőrnek, egy akár politikusnak, bárkinek, bármilyen munkakörben, bármilyen családi körülmények között meg lehet a saját életcélja. Egy idős bácsinak lehet az az életcélja, hogy eteti a galambokat, vagy kedves a szomszédjával. Egy takarítónak lehet az a célja, hogy akkor ő takarítja a kórházat, és ez egy magasztos dolog, hogy bármi. Tehát, hogy mindenkinek lehet életcélja, de hogyha annyi az életcélünk, hogy bemegyek, lehúzom a melómat, és délután megnézem a kedvenc sorozatomat, aztán egy nap pipa, az szerintem hosszú távon romboló tud lenni. Mi tart ilyenkor? Azt mondom, hogy vissza, de hol ég ki az a lámpa az ember fejében, hogy érdemes, hogy jó, hogy lesz még jobb, hogy az élet az mégiscsak szép, és én ezt meg fogom oldani. Nem nagyon van ilyen. Nem nagyon van ilyen. Ezt túl kell élni. Tehát ilyenkor a legfontosabb az, hogy a konkrét krízis helyzeten valamilyen módon át kell menni. Ugye annyira azért már gyakorlott depressziós vagyok, hogy tudom, hogy az ilyen hangulatoknak vége lesz. Tehát, hogy ha nem csinálsz semmit, csak fekszel az ágyon két napig, akkor a harmadik nap jobban leszel.
Tehát, hogy sem mindenképpen. Magától kvázi. Magától. Ugye nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichiáter, de a depressziónak van biokémiai háttere, tehát, hogy ilyenkor hormonok, meg nem. Szóval, hogy ha nem csinálsz semmit, akkor is. Ha van otthon Nutella, akkor még gyorsabb a gyógyulás. De hogy ha ilyenkor ki tudsz kerülni a negatív gondolatspirálból, az sokat tud segíteni. Nekem van, hogy az segít, hogy ráveszem magam, hogy felvegyem a cipőmet, és kimegyek az utcára. Tehát, hogy, és akkor a levegő, a napfény, az emberek, amikor látom, hogy egyébként emberek itt normálisan léteznek, és zajlik az életük, ez is tud segíteni. És hát, na hát, szóval, hogy ami, most bocsánat, hogy erre újra visszatérek, élni jó, de hogy a cölibátusban azért nem volt az, hogy megengedhettem volna magamnak, hogy legyen valakim, és azért az, hogy szoros érzelmi kapcsolatban tudok lenni valakivel, aki tényleg, tehát hogy ezt már talán nálad is mondtam, hogy a cölibátusban nem az a nehézség, hogy hiányzik a szex, hanem az a nehézség, hogy este senki nem kérdezi meg, hogy milyen napod volt. És hogy igazából az ember erre vágyik, hogy valakinek fontos legyek, valaki tudja, hogy mi van velem, valaki rám írjon, valaki felhívjon, valaki. És egy párkapcsolatban jó esetben ezt a figyelmességet tudjuk megélni és megadni egymásnak. És ez nekem most nagyon nagy segítség. És a démonokat is egy kicsit elküldte. Persze. Ha viszont valaki, aki ilyen helyzetben volt vagy van, mint te, a démonok közepén, de azért mégiscsak ez egy pozitív műsor, szóval elindulunk azért a pozitív irányába, így van, az élni jó irányába, és fölhívna téged telefonon, vagy fölhívott volna telefonon. Te mivel győzködted volna, ha lehet győzködni valakit? Hogy az élet mégiscsak szerintem, és ez az én véleményem, minden megakadása, talajvesztettsége és kiúttalansága ellenére, időnkénti kiúttalansága ellenére, iszonyatosan izgalmas és jó dolog. Én nem vagyok szakember, ezt nagyon szeretném aláhúzni háromszor. Tehát amit én most mondok, az a saját véleményem gyakorló depressziósként belülről látva. Azt tartanám jónak ilyen esetben, hogy nem győzködjük a másikat, hanem ott vagyunk vele a fájdalmában, megöleljük őt, akár ténylegesen, akár virtuálisan, vagy telefonon keresztül, hogy veled vagyok, melletted vagyok, nem teszem le a telefont, akár itt beszélgethetünk, bármi, ne legyél egyedül. Tehát, hogy ilyenkor az a legjobb, hogyha valahogy el tudjuk kérni, hogy nincsen egyedül. Tehát tényleg akkor telefonáljunk, és lehet, hogy arról beszélgetünk, hogy mit tettél ma, vagy nem tudom micsoda, de én azt kontraproduktívnak tartom, hogy nagyon elkezdjük győzködni, hogy de hát mindig van holnap meg az élet szép, mert akkor pont, hogy bele fog szorulni egy ilyen defenzív, egy ilyen védekező álláspontba. Hogy én miért nem látom. És akkor még jobban elkezdi mondani, hogy de szar. Tehát nem, tehát hogy vele lenni a fájdalmában, elismerni a fájdalmát, megteremteni neki azt a biztonságos környezetet, tudod, hogy bármit mondasz, bármi van, nem hagylak el, veled vagyok, és nem azért vagyok veled, mert te vagy a legsikeresebb ember a világon, és mindig csodálatosan jó társaság vagy, hanem azért vagyok veled, mert szeretlek, és igen, akkor is veled vagyok, amikor fél órán keresztül mondod nekem, hogy meg akarod ölni magad, és melletted vagyok, és egy biztonságos kötődést megpróbálni kialakítani, ami egy kapaszkodót adni, ami mégiscsak valamilyen módon őt itt tartja ebben a világban. Ha csak egy üzenete, lehet kettő is, a te példádnak lenne, a te felismeréseidnek, a te utadnak, a te kacskaringóidnak. És ezt most nézi valaki, aki bizonyos tekintetben magára ismer egy-egy életrajzi motívumba. Abból a látószögből, amiben te most vagy, abban a státuszban, mit mondanál neki? Mi az? Amikor meghívtál ebbe a műsorba, és mondtad, hogy az a műsor cím, hogy élni jó, akkor emlékszel, én azt mondtam neked, hogy de hát élni nem jó. Igen. Megrázó volt, emlékszel. Igen. És ha lehet az én ilyen egyetlen mondatos üzenetem az, hogy fogadjuk el, hogy az élet sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. És azt is fogadjuk el, hogy nem feltétlen az utunk, hogy mindig sikeresek legyünk, és mindig minden szempontból boldogok és elégedettek, hogy a szenvedés az élet része. És hogy ha van valami, amit meg kellene tanulnunk,
hogy oda tudjunk állni a szenvedő embertársaink mellé. Ítélkezés nélkül. Mert az én példám, tehát az, hogy én kiléptem, és akkor elindult a gunyolódás, a karaktergyilkosság, hogy a bukott pap, meg a nem tudom micsoda, aztán az élcelődés gunyolódás azon, hogy én most kávézóban dolgozom, meg nem tudom én micsoda. Mert jelenleg ott dolgozol. Jelenleg ott dolgozom, meg a Szemléleknél, tehát hogy most két helyen. Ott kicsit az volt bennem, és mindig a saját helyzetemet egy kicsit távolabbról nézve, kicsit az volt bennem, tudod, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy ilyen társadalomban akarunk élni, ahol a másik megtört életén gúnyolódunk. Nem kéne inkább azt mondani, hogy figyelj, látom, hogy most neked nem minden száz, látom, hogy neked most nehéz, itt vagyok melletted. Mit tudok segíteni? Nem az én dolgom, hogy megítéljem, hogy jól döntöttél, vagy rosszul döntöttél, nem az én dolgom, hogy okoskodjak azon, hogy amúgy egyébként mit kellett volna csinálnod, hanem az én dolgom az, hogy melletted legyek. Ugye ez a nagyon klasszikus Pilinszky idézet, amikor Pilinszky beszélgetett egy pszichológussal, és akkor mondta, hogy az a bajom veletek, pszivel kezdődő pszichológusokkal, hogy ti azt gondoljátok, hogy problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én szerintem viszont tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. És ha ezt felismernénk, csak ugye ez az ezer felé szétszakított, gyűlölködő társadalom, amit most nevezzünk keresztény Magyarországnak, pont ezt veszítettük el, az empátiát, a másik melléállás, az, hogy én azért vagyok melletted, mert a testvérem vagy, mert mert te is magyar vagy, mert te is ember vagy, és független attól, hogy mit gondolsz, mit vallasz, mi történik az életedben, vagy milyen döntéseket hozol, hogy én azt jónak vagy rossznak tartom-e, itt vagyok melletted, és segítelek, hogy a te életed boldogabb legyen. És hogyha ezt meg tudnánk tenni, akkor tényleg jó lenne élni. Bízunk benne, hogy tényleg jó, mert azt azért tegyük hozzá, hogy amikor te azt írtad nekem, vagy azt mondtad nekem, hogy szerinted nem jó élni, azért az nem most volt, legalább fél éve írtad ezt. Igen. És a beszélgetésünk ívére visszagondolva azért folyamatosan érződött, hogy egyre jobb kedved van, és egyre inkább hiszel abban, amiről amúgy most igen. beszélünk. Amúgy igen, és hogyha még meg is találom az utamat, akkor még akár jó is lesz. Szívből drukkolok, és köszönöm, hogy láttunk, hallottunk. Köszönöm szépen. Hodász András után következzék Svitacs Alexa, aki 7 éves kora óta szenvedélyesen pingpongozik. A többszörös magyar bajnok és világbajnoki bronzérmes pár éve váratlan hirtelenséggel elveszítette a bal karját és a lábujjait. De ő nem adta fel az álmát. Számára ez a trauma egy új élet kezdetét jelentette, semmint valaminek a végét. Azóta paralimpikon asztali teniszezőként Európa és magyar bajnok, a tokiói olimpián pedig bronzérmet szerzett. Jelenleg világranglista vezető, és minden esélye megvan rá, hogy 2024-ben a párizsi olimpián teljesüljön az álma. Ön nagyon tehetséges pingpongozó volt, ugye? Igen, mondhatjuk. Mi volt mondjuk a cél, vagy ilyen perspektíva, ami a szem előtt levegett? 7 éves koromban kezdtem el asztali teniszezni, és szerintem minden kisgyereknek, aki lemegy sportolni, vagy sportra adja a fejét, nyilván mi fogalmazódik meg legelőször benne, hogy olimpiai bajnok szeretne lenni, úgyhogy ez nálam se volt másképpen, én is azt szerettem volna, hogy olimpiai bajnok. Mi volt az ön esetében a reális cél? Európai játékosok közé, a legjobbak közé tartozni, az volt a reális. A legjobb mondjuk, nem tudom, 10-15? Mondjuk igen. Ez sikerült is, ugye? Igen, utánpótlás Európa-bajnokságokról azért van ezüstérmem, több bronzérmem, illetve világbajnokságról, ifjúságról bronzérmem is van, tehát hogy azért szép eredményeket sikerült elérni, igen. Jónak is ígérkezett ez a karrier, amikor is történt egy baj. Elmeséli, mi történt pontosan? Igen, ugye 2018-ban, akkor 28 éves voltam, és akkor már mondhatom egyébként, hogy inkább az edzősködés felé tenneltem, és akkor jött egy vérmérgezést kaptam, az úgynevezett toxikus sokk szindrómát, és annak következtében elveszítettem a bal alkaromat, illetve az összes lábujjamat. Mi történt pontosan?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg arra keltem fel, hogy fáj a hasam, fájnak az ízületeim, egy ilyen influenza-szerű tüneteket kezdtem el produkálni, a lázam egyre magasabb lett, hozzátartozik a történethez, hogy menstruáltam akkor, és annyira elkezdett romlani az állapotom, hogy ez azt hiszem egy csütörtöki nap volt, és szombat reggelében az intenzív osztályon ébredtem föl. Tehát, hogy tényleg egyik napról a másikra fokozatosan romlottam. Majd a vasárnapi nap volt a legkritikusabb, ugyanis kómába kerültem, 4-5 napig élet-halál között voltam, és azon az ominózus vasárnapi napon felhívták a szüleimet, hogy jöjjenek be és búcsúzzanak el tőlem, mert nem biztos, hogy megélem a délutánt. Akkor már tudták, hogy miről van szó, mármint az orvosok? Akkor már megállapították, igen, hogy vérmérgezést kaptam, feltételezhetően egy tampon miatt, amit egyébként nem értünk a mai napig, mert ugye 14 éves korom óta azt használom nyilván a sport miatt az a legkényelmesebb, és mindig ugye rendeltetésszerűen használtam. Erre azt szokták mondani, hogy 10 millióból egy emberrel történik ez meg. Hát én ilyen szerencsés vagyok, hogy abból a 10 millióból én vagyok az egyik. Úgyhogy igen, nem könnyű időszak volt ez ott. Szülőket fölhívták, hogy jöjjenek be elbúcsúzni. Ön tudta menet közben akkor, hogy ekkora a baj? Nem, mert én kómába voltam, és nem voltam magamnál egyáltalán. Nem akarták elfogadni nyilván azt a helyzetet, hogy tőlem ott búcsút kell venni, tehát hogy ők nagyon-nagyon bíztak abba, hogy erre nem kerül sor. És tényleg a testvérem volt az, aki állítólag ott fogta a kezemet, és próbált beszélni hozzám, hogy igenis szedjem össze magamat, és hogy minden rendben lesz, és mennyi mindent fogunk együtt majd csinálni, hogyha túl leszünk ezeken a dolgokon. Ön erre nem emlékszik, kómában volt? Nem, semmire nem emlékszek, és egyébként az volt az érdekes, ugye, hogy ott a gépen lehetett látni a pulzusszámomat, illetve a többi értéket, és amikor a testvérem beszélt hozzám, akkor így kezdett egy kicsit mindig jobbak lenni ezek az értékek. Tehát valamilyen szinten eljuthatott örhöz. Igen, valószínűleg igen. Ugye az ok az már az volt, hogy létfontosságú szerveire is, vagy azokat is megtámadta már a méreg, ugye? Igen, kezdtek leállni a belső szerveim is, ezért kellett ugye ebbe a mesterséges kómába beletenni mindenféleképpen. És azt hiszem 4 nap volt, miután magamhoz tértem, és egyébként az az érdekes, hogy akkor megvolt még mindenem. Tehát mert megvolt a kezem, megvoltak a lábujjaim, és nyilván láttam, hogy el van színeződve a bal alkarom, illetve a lábujjak. És akkor én megkérdeztem az orvosoktól, hogy ez micsoda. És azt mondták, hogy ne izguljak, mert hogy mind a két kezem be volt rajzolva válig, és mind a két lábam térdig be volt rajzolva, és hogy a többiről is felszívódott, erről is felfog. És hát nyilván milyen az ember, hát hisz az orvosoknak, hát ki, hogyha ők nem tudják, hogy ez hogy van. És akkor utána rá pár napra, és az volt szerintem inkább az egész dologban a legmegrázóbb és a legfájdalmasabb a mai napig egyébként, hogy oda jött egy orvoscsapat hozzám, és mint hogyha ott se lettem volna, a fejem fölött megbeszélték, hogy akkor könyök alatt levágjuk a kezét. És akkor mondom, tessék, mondom, mi fog történni? És akkor ők is kiakadtak egyébként, hogy én nem tudtam róla, hogy engem senki nem tájékoztatott róla, hogy ez is opció, ez is szóba kerülhet. De közben meg a szüleim úton voltak be hozzám a kórházba. És tudtam azt, hogy ha látják rajtam, hogy én mennyire összetörök az amputáció hír hallatán, akkor ők még jobban össze fognak törni, és viszont azt nem akartam látni, azt nem. Tehát, hogy tényleg mi egy olyan összetartó család vagyunk, nem csak jóban, hanem tényleg rosszban is ott vagyunk egymásnak, és ezt nem bírtam volna elviselni, hogyha nekik még jobban fáj. Úgyhogy mikor beértek hozzám, addigra én már megnyugodtam, ez egy ilyen 10-15 percet kell elképzelni egyébként, tehát ugye addigra sikerült fejben eldöntenem azt, hogy jó, akkor aminek örülünk, annak, hogy életben maradtam, jó, tovább megyek, akkor fogok tudni járni? Igen, akkor jó, nem kerekesszékbe fogom leélni az életemet. És ugye itt jött utána a legfontosabb, hogy 24-5 éve asztalítani szeztem már akkor, és hogy nem a jobb kezemet veszítettem el, és fogok tudni. Kezed, igen, ugye? Igen, és hogy fogok tudni tovább pingpongozni. És... azt mondja, hogy 10-15 perc alatt lejátszott? Igen. Hát az ember ennek a töredékéért képes napokat vagy hetekig rágódni valamin. Tényleg annyira az volt az amputáció, mikor közölték velem, az ő arcuk volt előttem, hogy nem szabad összetörnöm, muszáj erősnek lennem. De ez a 10-15 perc úgy történt, hogy soha többé nem is kezdett mindezen vívódni? Nem.
Nem. Úgy, ahogy van, letakarta és lezárta? Ez így van. Egyébként, amikor közölték velem a hírt, utána még a műtétig eltelt egy 2-3 nap legalább, és én már akkor elköszöntem a bal kezemtől, és letakartam egy párnával, és mondtam, hogy akkor ez így ennyi volt. És tényleg utána a jövőt láttam magam előtt, a jövőképet. De miért kellett letakarni egy párnával? Tehát kvázi így szoktatta magát a gondolathoz? Igen, szerintem, hogy az így nem az, hogy tudatosan, tudat alatt jött valahogy, mert ugye se pszichológus, se senki nem mondta, hogy ezt el kellene búcsúznom tőle, vagy bármi. Ez így jött magamtól, hogy jó, akkor innentől kezdve nem akarok róla tudomást venni, hogy az már ott sincsen. De mindez könnyek nélkül és érzelmi megrázkódtatás nélkül? Akkor volt könnyű, amikor a szüleim beértek, és már láttam, hogy tudják, hogy amputáció lesz. És akkor nekem is tiszta könyv volt a szemem, nekik is nyilván, és akkor én azt mondtam nekik, hogy anya, apa, semmi baj nincsen, mert hogy én paralimpiai bajnok leszek. És akkor nyilván ők is, és én is elsírtam magamat. Rögtön ez volt a cél a szem előtt? Igen, abszolút. Tehát, hogy akkor meg kell találni a következő állomást, ami úgy a szemem előtt lebeg. Ez így van, igen, muszáj célokat kitűzni. Nyilván ez volt és azóta is ez a legfőbb cél. Nyilván mindig azt mondom, hogy kisebb célokat is azért ki kell tűzni az életbe, hogy mindennek azért tudjunk örülni. Nálam is ugye így volt, hogy előbb kisebb célok, de nyilván ez a fő cél a mai napig, hogy ezt az álmomat... Ha nem lett volna sportoló, akkor mi a következő cél? Mi lett volna önnel? Ez egy jó kérdés, szerencsére ezt nem tudjuk meg. Nem tudom. Nyilván a sportnak köszönhetően azért rengeteg mindenre megtanít a sport. Tehát én sem maradtam volna életben, ezt meg is mondták az orvosok, hanem sportoltam volna, mert a szívem nem bírja ki. Tehát olyan fizikai állapotban volt, igen, hogy ez igen. Ütésállónak bizonyult. Igen, abszolút, illetve hogy tényleg a sport azért megtanít küzdeni is, meg tényleg olyan dolgokra, amit lehet, hogy egy hétköznapi ember annyira nem tapasztal meg az élet során. Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy mi lett volna akkor. Mivel a család is jelentős szerepet játszik az életembe, lehet, hogy miattuk azért erős maradtam volna, de azért sokkal jobb így, hogy van célom az életbe. Mindig kell legyen cél? Mindig. Mindig. Nem csak baj esetén kell? Nem. Nem, tényleg. Muszáj, mert örülni kell, tehát hogy tényleg minden embernek arra kell törekednie, hogy ő jól érezze magát a bőrébe esetleg, vagy a környezetébe, illetve hogy tényleg minden reggel örömmel keljen fel, és úgy menjen el, és úgy végezze a dolgait, mert... De lehet, hogy önnek kell mindenhez cél. Más nem biztos, hogy ennyire célhoz rendelt, vagy sikerorientált ember, nem? Lehet, hogy én ilyen körülmények között szocializálódtam, és valószínű, hogy nálam ez a normális, hogy kellenek a célok. Ez rögtön egy ilyen vas akarattá transformálódik? Tehát azt megtudom, igen, akkor paralimpiai bajnok leszek. Megvan a következő cél, és onnantól kezdve úgy összerendeződnek a dolgok az ember fejében. Nevezetesen, hogy célra tarts. Igen. Igen, tehát, hogy tényleg azért nekem ott nagyon sok mindent, 2,5 hónapig voltam az intenzív osztály, utána 3 hét a rehabilitáció, és nekem teljesen újra kellett tanulnom ugye járni, és fölállni egyáltalán, és én emlékszem a legelső felállásomra, hogy 5 másodpercig bírtam állni, és visszaszédültem az ágyba, és akkor mondtam, hogy jó, semmi baj, mert én holnap, akkor 10 másodpercig fogok állni, vagy például, amikor tanultam járni, és ilyen körfolyosó volt az intenzív osztályon, és először félkör tudtam menni, és minden nap egyre többet tűztem ki magam mellé, hogy menjünk előre, és menjünk tovább. És tényleg emiatt, hogy ez történt velem, mondhatom, hogy a mai napig nem keseregtem, vagy nem is sírtam. Azóta se? Nem. Hát amikor fölébred az ember, és ránéz a keze helyére, még hogyha az egy párna segítségével azért úgy hozzá is volt szoktatva a gondolataiban, hát azért az megrázó lehet. Nem volt ilyen, mert azt annak tudtam örülni, hogy életben maradtam. Képes az ember ilyenkor ezt a látószöget alkalmazni? Hogy a jónak örülök, semmint a rosszon bánkodjak? Szerintem igen egyébként. Ez mind múlik? Az élethez való hozzáálláshoz, az élethez való öröm, talán én ezt tudnám mondani egyébként. Én azt szoktam mondani, hogy kétfajta típus, hogyha rájön valaki például, hogy az eddigi, és most mondok egy nagyon profán példát, étkezési szokásaiból kimaradt valami,
És rájön, hogy az a világ értelme ezt enni mostantól fogva, akkor szerintem két típus van. Az egyik, aki ostorozza magát, hogy hogy lehetett ekkora balfék, hogy nem tudom, 35 éves korában jött rá arra, hogy ez mennyire jó dolog. Míg van a másik típus, aki azt mondja, hogy jó esetben van még mondjuk 40, amíg élvezhetem mindezt. Csak azt nem tudom, hogy ez mi múlik vajon. Hogy miért nem lehet így tekinteni az életre? Hát ez szerintem mindenkinek fejben dől el. Igen? Szerintem igen. Szerintem abszolút igen. Tehát akarhatunk így nézni dolgokra? Igen. Igen. Én ezt tudom mondani, hogy nálam is tényleg ez volt, hogy emiatt kesergés nem volt, mert én eldöntöttem, hogy nem lesz. Inkább azért voltak kiborulásaim, mert hogy annyira akartam már újra visszamenni az edzőterembe, a pingpongterembe, és annyira akartam már, hogy minél közelebb kerüljek a célomhoz, hogy amiatt voltam inkább türelmetlen, hogy úristen, ez mikor fog elkövetkezni az életembe. Te így is sikerült redukálni az időt a felépülésbe, ha jól tudom, tehát az is jóval rövidebb ideig tartott, mint amit jósoltak. Igen, hosszabb időt terveztek, azt mondták, hogy hónapokig is a rehabilitáción fogok lenni, meg hónapokat fog elvenni. Na, én ezt felülmúltam, 3 hét alatt letudtam, majd nyilván utána hazakerültem az otthoni, a családi házba, mert mi hajdúszoboszlóiak vagyunk egyébként, és hát ott először abszolút a kondi edzéseket kellett, hogy visszahozzam, illetve nagy kérdés volt az, hogy hogyan fogok szerválni, hiszen ugye amiben a labdát tartottam eddig kezemet, azt elvesztettem, de ezt is praktikusan megoldottam, kitaláltam, ugye a könyök alatt megmaradt az ízület, és akkor pont ide be tudom tenni a pingpong labdát, és emlékszem, hogy apukám, amit gyerekkoromban vásároltunk, pingpongasztalt felállította a garázsba, és minden este jött ki velem, és gyakoroltuk, összette nekem a labdát, én megpróbálgattam, hogy akkor ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Utólag mertek elmondani nekem dolgokat, például, hogy otthon próbáltak mindent egy kézzel csinálni, hogy csak a jobb kezüket használták. Hogy átéljék azt, hogy vajon... Igen, hogy nekem milyen érzés lehet, vagy például, hogy a sarkukon járkáltak, vagy ilyenek. És... Mert hogy ugye ön a lábujjait is elvesztette. Igen, mind a tizet. És akkor mondtam nekik, hogy mondom, de mondom, anya, mondom, ne, tehát, hogy ezt felejtsétek el, mondom, higgyétek el, nekem szükségem van minden, a neked is a két kezedre, apának is, illetve a testvéremnek, Renkának is, hogy ezt így ne. És azt is megbeszéltük a legelső pillanattól kezdve, hogy semmi ne változzon azért, mert velem ez történt. Megpróbálom ugyanúgy ellátni azokat a feladatokat, ami mondjuk rám esne, például leszedni az asztalt, vagy megteríteni, vagy ilyen apróságok. És mondtam is, hogy mindent hagyjanak úgy, megpróbálom megcsinálni, hogyha nem megy, akkor van szám, és fogok segítséget kérni. És ez abszolút bevált egyébként, tényleg. Kellett segítséget kérni? Az elején nem, azért se. Ja, nehogy véletlenül. Nehogy véletlenül, mert segíteni kelljen. Most meg azért néha úgy bennem van, hogy ja, hát most már jó, hogyha segítenek azért, mert lehet, hogy néha kicsit kijátszom ezt a kártyát otthon nálunk. Visszajön le néha? Nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon ritkán. Anyánál működik, a tesómnál nem működik. Látlátoszitán. Abszolút. Látlátoszitán. Ugyanakkor ez érdekes, amit mond, mert nekem erre van egy sajátos elméletem, hogy a gyászt, vagy a veszteségélményt, azt szerintem nem nagyon lehet megspórolni. Nem mondom, hogy ez mindenkire ráhúzható, de én azt tapasztaltam, hogyha valaki megpróbálja mindezt elnyomni, nem megélni, megkönnyezni, megsiratni, ventilálni, az előbb-utóbb visszaüt, vagy visszacsap. Igen. Nálam is próbálták ugye pszichológusok bevonásával ugye ezt a gyásznak a 7 fázisát, és hogy próbáljuk meg, megcsináljuk is meg. Csak akkor így feltettem nekik a kérdést, hogy nekem, hogyha nem amputálták volna le a kezemet, illetve a lábujjaimat, akkor én belehaltam volna. Akkor innentől kezdve teljesen megfordul a kép, és akkor azt látom, hogy ja, elvesztettem, leamputálták, de életbe maradtam. És így akkor megint másként üt ki, hogy el kellett vesztenem ahhoz, hogy élni tudjak. Máshogy is él? A szónak nem praktikus értelmében. Szerintem nem egyébként. Már megtanultam mindent megcsinálni. Most itt gondolok, igen. De szemlélet vonatkozásával. Jobban örül az ember, ha beleharap egy almába. Egyébként igen, mivel megcsapott a halálnak a szele. Ezért igen, másként. Tényleg ez a egyszer élünk, de akkor éljünk nagyon. Tehát, hogy igyekszem semmire nem nemet mondani. Tényleg? Azóta már túl vagyok egy tandemugráson is.
alig várom a következőt, akkor adrenalin volt. Úgyhogy igyekszek tényleg mindent kipróbálni. Tehát nagyobb kanállal is szed az életből azóta? Igen. Bevállalósabb lesz? Sokkal. Sokkal? Sokkal. És nincs egyszerűen félelemérzetem, nagyon durva. De emiatt? Szerintem igen. Nem úgy van, hogy akit egyszer, most mondom én a nagy magyar gyáva, hogyha egyszer valakit megcsapott ilyen értelemben a veszély, vagy az elmúlás szele, akkor még óvatosabb lesz? Akkor szerintem lehet van ilyen, én az ellentétje vagyok teljesen, mert én úgy vagyok vele, hogy mi bajom lehet már. És hogyha azt nézem, ez se probléma, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenkinek a saját maga problémája nyilván a legnagyobb, de hogy ennél vannak sokkal nagyobb problémák. Erre mikor jött rá? Vagy ezt hol tapasztaltam? Életem legelső paraasztali tenisz versenyére, mikor kimentem. Én nagyon-nagyon féltem attól, hogy milyen érzés lesz rengeteg sérült embert ott egy helyen látni. És bementem a terembe, soha nem fogom elfejteni azt az érzést, hogy így körbenéztem, és akkor azt láttam, hogy valakinek nincs egyetlen egy kézfejese, és az ütő rá van tapasztva a kezére, vagy a szájába fogja az ütőt, mert nincsen keze, és úgy pingpongozik. És így megálltam, és mondom, úristen, nekem semmi bajom nincsen ehhez képest, és hogy tényleg annyira olyan jó érzést töltött el, hogy tényleg nincsen lehetetlen igazából, és hogy erre is van megoldás, és hogy így is lehet élni, és hogy ők így is boldogak. Ők biztosan boldogok? Szerintem igen. Ez nagyon-nagyon jó közösség, ahova bekerültem egyébként. Tehát, hogy nyilván ellenfelek is vagyunk, de mégis akkor annyira tiszteljük egymást, hogy mi mindenkit másért, ugye, hogy nem csak amit elért, hanem esetleg, hogy min van túl. Tehát, hogy nálunk abszolút nem tabuk ezek a kérdések, hogy veled mi történt, neked miért nincs lábad, neked hol a kezed, tehát, hogy semmiféle tabu nincsen, meg tudunk beszélni ilyeneket is egymással. Ugrik is ön arra, hogyha valaki ilyen túl nagy illemtudással próbál eljárni, és megpróbál úgy csinálni, mintha nem akarna tudomást venni mindenről? Van a zavarnak egy olyan fok, amikor próbálja az ember kikerülni, miközben én azt tapasztaltam, hogy a legegyenesebb út az előre és a kerek kommunikáció. Megkérdezi az ember, hogy ne haragudj, mi történt veled? Ez így van, ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként, hogyha így oda jönnek és megkérdezik, illetve ugye én vagyok annyira, van annyira nagy szám, hogy tényleg, hogyha úgy érzem, hogy segítségre szorulok, akkor kérek. Én sokszor azt nem szeretem, amikor így annyira körülugrálnak, és hogy jaj, mit segítsek, hogy segítsek, nem kell semmit se segíteni. Tehát, hogy én nem szeretem, hogyha lesajnálnak, vagy lenéznek, vagy bármilyen, mert hogy én szerintem ezáltal egyáltalán nem lettem kevesebb, vagy például én rosszul vagyok attól a szótól, és sajnos ezt használják, ugye, hogy fogyatékos sportoló. Én nem érzem magamat egyáltalán annak, és nekem ez a szó annyira bántja a fülemet, viszont hogyha abból indulunk ki, hogy régen meg úgy hívták őket, úgy hívtak minket, hogy nyomorékok, nyilván annál már sokkal szebb ez a szó. Ki hívta így őket? Hát ez nagyon érdekelt, és nagyon tudatlan emberek lehettek. Igen, és ma is, de mondom, ez a szó engem nagyon bántja a fülemet a mai napig, úgyhogy én mindig para sportoló, én azt szeretem. Ugyanakkor azt mondja, hogy nagyobb kanállal merít az életből azóta. Előtte se volt az a visszafogott lány, nem? Tehát akkor is azért vagánság lehetett önbe. Volt tényleg egyébként, meg bennem volt azért a kis zsíványság, de hogy azóta tényleg soha nem engedték a szüleim például, hogy kitetováltassam a karomat, mert hogy úristen, azt mindenki fogja látni. Na hát azóta mind a kettő ki van tetováltatva, vagy tényleg itt a tandemugrás, vagy... És nem is kérdezte meg a szüleid, gondolom, a tetoválásról? Nem. Konkrétan elmentem, hazaértem, egy hosszú ujjú felső volt rajtam, és mondtam, hogy anya, akkor üljél le, mert szeretnék valamit mutatni. És az volt a legviccesebb az egészben, hogy anyának tetszett a legjobban, annak ellenére, hogy ő nem engedte az egészet. Ha ez nem történik meg, soha nincs tetoválás? Voltak addig is ilyen apróbb tetoválások. Nem tudom, hogy akkor a kezem ki lett volna tetoválva, de ezzel is úgy voltam, hogy én igyekszem nem foglalkozni az emberekkel, hogy mit szólnak egyébként, vagy hogy néznek rám. Nyilván nekem is vannak rosszabb napjaim, tehát ez egyértelmű szerintem minden ember életében, amikor azért igen zavar, hogyha nagyon megbámulnak. És úgy voltam vele, hogy jó, hát nézték, eddig is bámulták, akkor most már legyen rajta mit bámulni, akkor tetováltassam. Akkor kitetováltatom. És mit tetováltatott rá? Igazából jelentése úgy nincsen. Egy női arckép van rajta, meg rózsák, meg még sorolhatnám reggelig, egy csomóféle motívum van rajta. Nekem azok tetszettek. Uh-huh.
Azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek az életben. Tehát hisz valami fajta sorszerűségbe, ugye? Én hiszek abba, hogy minden okkal történik, és hogy ennek is megvolt az oka, hogy ez, ennek így kellett, hogy történjen az én életemben, mert hogy akkor ugye 28 éves voltam, amikor megtörtént, ugye említettem, hogy már az edzősködés felé tendáltam, és hogy addig nem sikerült kijutnom olimpiára, viszont para sportolóként igen sikerült kijutnom, ugye, és érmet is sikerült szereznem. Igen. És hogy én tényleg próbáltam úgy nézni az egészet, hogy minden okkal történik, mindennek megvan az oka, és hogy hinni abba is, hogy az élet, amit elvett tőlem esetleg, hogy azt is szépen aprón próbálja nekem vissza is adni, hiszen 2018. augusztusában megtörtént velem ez a dolog, és 2019. szeptemberében egy évre rá már Európa-bajnoki címet nyertem, és kijutottam a Párizsi Paralimpiára. Okozott akkora örömet a dobogón állni, vagy a győzelem mámora, mind amit remélt korábban? Nem, sokkal nagyobb öröm volt. Igen? Sokkal nagyobb öröm volt tényleg. Az Európa bajnoki cím, az mindenféleképpen, hát életem második paraversenye volt, azt se tudtam még, hogy fiú vagyok, vagy lány, igazából annyira nem ismertem a mezőnyt, és tényleg ez egy ilyen szenzációnak számított. Viszont 2021-ben a paralimpiára. Nyilván oda úgy utaztam, hogy előtte majdnem minden versenyt én megnyertem. 2021-ben csak bronzérmet nyertem. Ezt azért mondtam, hogy csak, mert ez egy borzalmas nagy csalódás volt nekem ott akkor. Aranyért ment. Mindenki azt várta tőlem azt az aranyérmet, mindenki. Már én is magamtól ejtem, hogy tényleg csak az arany számít. És ez egészen addig tartott a csalódottságom, amíg az érem átadás meg nem történt, és felálltam a dobogó harmadik fokára az érmemmel, végig kellett hallgatnom az ausztrál himnuszt, az borzalmas érzés volt, és egész végig az ment a fejem, hogy jó, legközelebb a magyar himnusz nekem fog szólni. Tényleg végig erre gondoltam. Viszont utána elkezdtem megfordítani itt is a dolgokat, hogy mit akarok, 2018-ban még majdnem meghaltam, és most 21-ben itt állok a paralimpián a harmadik dobogó harmadik fokán, tehát hogy örüljek már neki, na és akkor ott utána tudtam neki örülni. Viszont másnap már úgy keltem fel, hogy 2024 Párizs nem sokára itt van, és ott még fényesebb érmet szeretnék nyerni. Most ez a cél akkor. Így van, abszolút. Azt mondja, hogy nagyon gyorsan kibékült önmagával. Tehát később sem volt olyasfajta rászmélés, vagy barátkozás a saját testével az embernek, hogy meg kellett szoknia azt, hogy valami hiányzik. Igen. Sokszor a kórházban már becsuktam a szememet, és próbáltam magamat úgy elképzelni. És azt mondogattam magamnak, hogy Alexa, hogyan várd el bárkitől, hogy téged így fogadjon el, és így szeressen, hogyha te saját magadat nem fogadod el, vagy nem szereted. És ezen kellett először dolgoznom, hogy magamat elfogadjam. Azt hogy kell? Hát például így, hogy elképzelni magamat, vagyis hát nálam ez vált be, hogy elképzelni magamat, illetve hogy nem foglalkozni a körülöttem lévőkkel. Tehát, hogy én emlékszem, hogy mikor kikerültem az intenzív osztályról, és egy ilyen speciális cipőt kellett hordanom például, én nem zavartottam magamat, és kimentem az utcára, vagy elmentem a boltba, és nem érdekelt, hogy megnéznek, megbámulnak, vagy bármi ilyen. Nem. Próbáltam ezt erősíteni magamba, hogy én magamat fogadjam el, és akkor mások is el fognak fogadni. A női mi volt a tekintetében? Okozott-e bármikor is ez valami bizonytalanságot? Nem. Szerencsére nem. Tényleg. Én azt hittem, hogy fog. Nyilván, hogy más szemmel fognak így rám nézni a pasik esetleg, de elmondhatom, hogy ez nem így van, és ennek nagyon örülök azért, hogy nem azt látják bennem, hanem sőt, mindig azt mondják, hogy én ezért vagyok talán még különlegesebb, meg hogy jó a személyiségem, és ezáltal, hogy abszolút elterelődik róla a figyelem. Sok ilyen, vagy hasonló esetben, én legalábbis azt vettem észre, hogy nem is biztos, hogy a fiúkban okozhat ez gátlást, hanem az ember saját magában lesz szemérmesebb, szégyenlősebb, gátlásosabb. De ezek szerint erről sem volt itt szó.
Nem. Nem, abszolút. Szégyenlősnek egyáltalán nem mondanám magamat. Meg nyilván akkor azért hozzátartozik a történethez, hogy mikor megtörtént velem ez az egész, akkor párkapcsolatban éltem. Annak ott hamar vége is lett egyébként. És nem emiatt. De, szerintem igen. Szerintem igen. Akkor már együtt voltunk 2 éve, és én elmondtam neki, hogy tisztában vagyok vele, hogy ő nem erre fizetett be, stb. Semmi baj nincsen, hogyha most azt mondja, hogy neki ez nem fog menni, de hogy akkor inkább most az elején közölje. Nem szeretném, hogyha sajnálat lenne, az semmiféleképpen. És akkor jaj, de nem, de hogy is, ugyanúgy szeret, nem az a lényeg, stb. Tehát nyilván ez utána megmutatkozott azokba az időkben, hogy nem jött be hozzám annyiszor ugye a kórházba. Azért érzi az ember, hogyha másképp tekintenek rá, másképp néznek rá, és akkor viszont én annak utána én arra büszke voltam, hogy én tudtam azt mondani, hogy jó, akkor köszönöm szépen, én nem kérek ebből az egészből. De szerencsére nem viselt meg egyáltalán ez sem, mert vele már szerintem történhet bármi igazából. Nem tud rám hatni. Igen, mondhatnám. Tényleg nem viseli meg az embert? Mert azért titkon csak abban reménykedünk, hogy feltétel nélkül szeretnek, és ráadásul, ha azt mondják, hogy őket ez, vagy őt ez nem zavarja, akkor nyilvánvalóan nem zavarja. Aztán kiderül, hogy mégis. Igen, és akkor lehet itt belegondoltam abba, hogyha ezt ilyen könnyen elengedtem, és ennyire nem tudott megbántani, akkor én csak azt hittem, hogy szerelmes vagyok, és közben nem voltam az egyébként. Milyen jó gondolkodás. A kórházon a mai napig megy egy pereskedés egyébként, azt tudni kell, hogy feltételezhetően lehet esetleg egy műhiba történt, és megmenthető lett volna a karom. És nyilván itt, hogyha esetleg úgy sülne el a dolog, és kártérítést kapnék, vagy bármi, kérdezem én, hogy bármennyi pénz visszaadná ezt az egészet? Tehát, hogy nem. Tehát ezek olyan dolgok, amiket én elvesztettem, amiket nem tudok megvásárolni újra. Egy olimpiai bajnoki cím azért valamit árnyalna ezen, nem? Abszolút, ezért mondom, hogy remélem, hogy tényleg azért a sors így szépen lassan visszaadogatja, de azért dolgozok is kőkeményen azért, hogy meglegyen. Mikor kell önért izgulnunk? Jövőre lesz, ugye? Igen. Párizsi olimpia. Így van, azért előtte még ki is kell jutni. Most idén 2023. szeptemberében lesz az Európa bajnokság, ahol szeretném megvédeni a címemet, illetve a címvédéssel együtt már egy repülőjegy is járna, úgyhogy azt nagyon szeretném, hogy tényleg hátra tudjak dőlni, hogy akkor megvan. Hát kívánom, hogy sikerüljön, addig meg remélem azért nem lesz tandemugrás, majd csak az olimpia után. Ezt nem ígérem meg, de igyekszek vigyázni magamra. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Hodász Andrásnak és Svitacs Alekszának sem tükörsima élet jutott, sőt, valamiért mázsás akadályokon kell, vagy kellett átjutniuk. De vajon létezik-e tükörsima élet? Attól tartok, nem. A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk a problémákkal, és legfőképpen miként tekintünk rájuk. Ebből kaptunk most egy kis ízelítőt, mert hogy így is lehet, hiszen élni jó.